Idei utolsó virtuális csillagászati klub előadásunkra kerül sor. A sorozat majd januárban folytatódik az új évben. A mai előadó Bánfalvi Péter, Zalaegerszegi amatőr csillagász, matematika, fizika, számítás, technika szakos tanár, és a jövő évi 2018-as fontosabb csillagászati jelenségeket fogja ismertetni. Ha az előadása befejeződött, akkor kérdéseket fel lehet tenni a csizmadia.szilárd ékezetek nélküli Skype címen, és át is adom a szót, utána majd beszélünk még a jövő évi egyesületi rendezvényekről. Péter, parancsolj! Halló, halló! Jól hallunk! Tökéletesen! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai BCK foglalkozás előadás hallgatóságát. És akkor most már egy talán harmadik ilyen témájú előadást tartom minden év decemberében a VCK-ban, amikor is vállaltam, hogy a előttünk álló teljes naptári év fontosabb és talán könnyebben észrevehető jelenségeket gyűjtem mindazok át a hallgatóságnak. Kérem szépen, igen, már is annyi technikai segítség kérés lenne, kedves Szilárd, le tudnád halkítani a mikrofonod, a billentyűzet belevelése tökéletesen hallatszik, ami persze nem gond, mert a kommunikáció fontos dolog, de sokat segítene. Ahogy a nyitó dián is látszik, én természetesen nem csillagjós vagyok, hanem egy amatőr csillagász fizika tanár, így természetesen csak azokat a jelenségeket tudom itt felvázolni, amelyek bekövetkezte vagy a periodicitás, vagy egyéb törvényszerűség kapcsán, de előrejelezhető. Én nagyon köszönöm dr. Csizmadia Szilárd elnökünknek a szakmai segítséget ehhez, illetve Tepinek a közvetítés technikai hátterének a biztosítását. Kérem szépen a következő diát. Annyi technikai dolgot, hogy én reagálok rögtön, lehet, hogy hozzád az adásba ez kis késéssel érkezik. Nyugodtan beszélj, csak én figyelemmel kísérem, hogy hol tart természetesen. Annak ellenére, hogy a 2018-as évről beszélnék, azért egy előttünk álló téli napfordulót szeretnék szóvá tenni. December 21-én 18 órát követően kerül a téli napforduló sorra az idén, ami természetesen a legrövidebb nappalt és a leghosszabb éjszakát jelenti. Ennek akár örülhetnének is az amatőr csillagászok, mert jó hosszan lehet észlelni egy hosszú éjszaka alatt, csak hát az a baj, hogy ez decemberben rossz égbolttal társulva elég kicsi eséllyel valósul meg. Kérném szépen a harmadik diát, ahol ezeket az évszakváltásoknak a dátumát, illetve időpontját mutatom, illetve ennek a kiváltó okát az alatta lévő ábra mutatja, ugyanis a Föld a keringési síkjával a Föld forgástengelye 23,5 fokos szöget zár be, aminek az a következménye, hogy bizonyos esetekben az északi féltekére laposabb szögben érkeznek a napsugarak, és ezáltal itt a téli időszak, a téli fél év zajlik. Máskor a nyári napforduló táján éppen ellentétesen merülegesebb, vagy magasabb állásszögben, belsési szögben érkeznek a nap fény és hősugarai, ilyenkor a nyári időszakot éljük meg, és vannak átmeneti, a tavaszi és az őszi napi egyenlőség, melyeknek a dátumait nem fogom felolvasni, hiszen látszik a dián. Ebben egyébként a Föld nem egyedülálló, mert jelentős a dőlésszöge a Mars bolygónak is, ott is évszakok váltakoznak, aztán még drasztikusabb a dőlésszöge a Vénusznak, ami gyakorlatilag retrográd forgásával bizonyítja, hogy fejreállt. Jól ismert, hogy az Uránusznak a tengelye is majdnem beledől a keringési síkba, de ottani viszonyokat ugye megtapasztalni nem tudjuk.
ezek periódikusan néhány órányi, esetleg egy-egy napnyi elcsúszással, de évről évre nagyjából ugyanígy következnek be. Kérném a következő 4-es számú diát. Mondhatod bátran, megy ez közben. A 4-es dia azt mutatja, hogy miután a Föld ellipszis pályán kering a nap körül, ezért, és az egyik gyújtópontjában van a nap, ezért a távolsága jelentős mértékben változik akkor, amikor napközeli szakaszán jár. Ez bármilyen furcsa, de éppen január 4-én következik be, akkor van legközelebb a naphoz, és lám, nem igaz az a mondás, ami lehet, hogy manapság gyakran elhangzik a köznyelvben, hogy aki közel a tűzhöz, az könnyen melegszik. Hát nálunk ez most legalábbis az északi féltekén élők számára nem így van, mert közel vagyunk a tűzhöz, de januárban mégis az egyik leghidegebb hónap. Nem vagyok én amatőr meteorológus, de azért azt tegyük hozzá, hogy az éppen aktuális időjárást jelentősen befolyásolja az a körülmény is, hogy milyen áramlatok juttatnak éppen hozzánk délről, mediterrán vidékökről, netán Afrikából, vagy északi területekről, sarkvidékről levegőt, ez szerint jelentősen le tud hűlni, vagy jelentősen évszakhoz nem illő módon fel tud emelkedni télen is a hőmérséklet. Na, ettől még a csillagászati vonatkozásai természetesen igazak. Kérném szépen az 5-ös diát. Váltottam, mondhatod bátran, folyamatosan. Még nem ért ide, de akkor... De hogy mondjam, tehát a te eladásod a párhuzamosan látják a képeket, amikor mondod, hogy váltok, akkor az megtörténik a nézőknél. Köszönöm, igyekszem majd figyelni erre. A legbelső ismert bolygó a Merkur láthatóságáról néhány információ. Tudnotok kell, hogy ez az égitest a belső bolygók legbelsőjeként, vagy legalábbis az ismert bolygók közül, közel kering a naphoz látszólag is, valóságban is egyébként, és ennek eredménye az, hogy a nappal együtt csak nem vele egy időpontban lenyugszik, illetve hogyha nyugati kitérésben van, akkor nem sokkal a nap előtt kell, ezért a láthatósága nem olyan feltételekkel tapasztalható meg, mint mondjuk a Vénusz esetében. Itt láthatjátok a dián, hogy március közepén az esti órákban lesz majd megfigyelhető napnyugta után közvetlenül augusztus végétől szeptember elejéig a hajnali égen, kvázi hajnalcsillagként, és decemberben is ugyanezt tapasztaljuk. Március 4-én együttállásban lesz a Vénusszal egy elég szoros együttállás, bár a naphoz viszonylag közeli pályaszakaszon, ezért túl sokáig nem gyönyörködhetünk benne, hiszen hamarosan utána fel kell a nap. A fényesség egyébként eléri a mínusz egy magnitudót is. Kérem a következő diát, amely természetesen nem az én csillagász távcsövemmel készült felvétel, hiszen az elmondott okok miatt, a nap közelsége miatt nem lehet jól megfigyelni. Űrszondák készítették a következő fotomontás két képét, fotóját. Érjünk át a Vénuszra, amelyet a köznyelv esthajnal csillagként emleget. Csillagként kifejezésen van a hangsúly, hiszen tudjuk, hogy a bolygók és a csillagok között az egyik legfontosabb különbség az, hogy a bolygóknak nincs önálló hőtermelése, a csillagoknak van, a bolygók a fényüket a napból nyerve sugározzák, vagy verik vissza felénk, míg a csillagoknak saját fénykibocsájtása van. És ugye ez az eszmefuttatásom nem egészen igaz mondjuk a Jupiter esetében, amely úgy tűnik, hogy több hőt, energiát sugároz ki, mint amennyit kap a napból, ennek a szukorodása és bizonyos atomfizikai folyamatok az okozói. Visszatérve a Vénuszhoz, kérném a következő diát, amelyen fényváltozásokat sejtető formát mutat, ugyanis a 8-as számú dián egy fél Vénuszt látunk. Ez természetesen a legnagyobb keleti vagy nyugati kitérése esetén látszik ilyennek.
egyébként a fényereje tekintve a hold és a nap és a hold után, ha csak nincs valami extra fényes üstökös az égen, akkor a legfényesebb elérheti a -4 magnitudót, sőt egy picit talán túl is lép időnként a legideálisabb fényviszonyai közepette. Vénuszról csak néhány mondatot az ottani tulajdonságairól, hát nem ajánlanám, hogy oda menjetek el téli vagy nyári szabadságra, mert hogy ott mindenütt 470-475 fok Celsius fok között van a felszínű hőmérséklet, ami elsősorban a nagyon jelentős üvegházhatásnak köszönhető, hiszen a légkörének jelentős része szén-dioxid, ami üvegházhatást fokozó tényező, és az sem elhanyagolandó, amit a körülbelül 40 km magasságban kialakult felhőtakarója okoz. Ez az egész bolygót átakarja egyébként a távcsöveink elől. Kérem a következő diát. Amikor is a Vénuszt sarló alakúként, de jelentősen megnőtt átmérővel látjuk. Ilyenkor ugye hozzánk közelebbi szakaszán halad éppen, és annak ellenére, hogy sarrólapot mutat, ilyenkor látszik a legfényesebbnek, mert a világító, a tükröző felülete az ilyenkor nagyobb, mint a távolabb lévő fél Vénusz, vagy a még távolabb lévő csak nem tele Vénusz esetén. Kérem szépen a 8-as diát, amelyen a Vénusz láthatóságát az idei évben gyűjtő, vagy foglaltam össze. Január 9-én lesz felső együttállásban, ami azt jelenti, hogy a helye a nap felett látszik az égen, hogyha látható lenne. Tehát ilyen éppen a nap közelsége miatt nem figyelhető meg. Augusztus 17-én lesz a legnagyobb keleti kitérésben, ami azt jelenti, hogy 46 fokra eltávolodik a naptól a látszó távolsága, ennyire megnő. És természetesen ilyenkor látszik leghosszabban az este során, hiszen a napnyugta után még 46 fokkal a nap irányától keletre tartózkodik. Októberben alsó együttállása miatt nem látszik, és 2018 novemberétől hajnal csillagként fog dökölni a keleti napkelte előtt keleti égbolton. Hogy kell érteni ezt az alsó vagy felső együttállást, hogy miután ő is ellipszis pályán kering a nap körül, és nem teljesen azonos szögben, ezért időnként a nap fölött látjuk, máskor a nap alatt. Tulajdonképpen az összes bolygó vonatkozásában el kellene, hogy mondjam, hogy ezeknek az égitesteknek az égi látszólagos útja és megfigyelhetősége, ez két dologon múlik. A csillagos háttér előtt elsősorban azért változik a helyzetük, mert a saját mozgásuk során máshova kerülnek, hiszen a nap körül kering valamennyi bolygó, tehát mozgásban van. Másrészt ezt a csillagos hátteret az is befolyásolja, hogy mi honnan nézzük. És ugye ezeket a mozgásokat a belső bolygóknál gyorsabbnak tapasztaljuk, egyébként a pályamenti sebzők is nagyobb. A külső bolygóknál ez, mint hogyha lassabb lenne, tehát tovább tartoznak ugyanabban a csillagképen, ugyanaz előtt csillagos háttér előtt. Kérném szépen a 9-es diát, amelyen a talán legjobban ismert bolygó szomszédunk, a Mars láthatóságát foglaltam össze. Ez az égitest, amelyre a Holdon kívül a legtöbb üreeszköz leszállt. Jelenleg az Opportunity nevű 2004-ben leszállt három havi működésre tervezett amerikai marsjáró, és működésben van a 2013-ban oda leeresztett Curiosity, amely nagyon jelentős megfigyelési észlelési eredmények mindkettő utolsók számára. A vak csillagképen tartózkodik egyébként, de érdemes odafigyelnünk rá július 27-én opozícióba kerül, vagyis szembenállás nappal és föld közeli szakaszán, amely eredményeképpen ez a fele akkora átmérő, mint a földünk,
még akár részleteket is elárulhat a társadalmaink számára a felszín. A következő táblázatban összefoglaló dián láthatjuk azokat a szembenállásokat, amelyek az elmúlt években zajlottak, és jól látszik, hogy 2018. ősz 27-ei, amikor a vakcillakép átár előtt látszik, jelentős a fényesség az összes többihez képest, hiszen az 2,5 magnitudós, és jól érzékelhető a táblázatnak a földről való láthatóságot bemutató oszlopában, hogy jelentősen nagyobb az átmérője, mint a korábbi, vagy az ilyen esetben. Kérem a következő diát, amelyen már a diás bolygók közül a Jupiter láthatóságáról szólok. Az év elején a hajnali égbolttól lehet megfigyelni a Jupitert, és ugye kisebb távcsövekkel csak a négy idei holdját. Március elejétől már éjfél után kell, és természetesen reggeli. Bocsánat, Péter, bocsánat, Tepi, egy kicsit szakadozik a vonal, nagyon recsek, Péter, hogyha tudtok valamit javítani rajta, akkor az sokat segítene. Jobban lehetne érteni. Én sajnos nem tudok segíteni. Kedves Péter, esetleg próbálj egy kicsit a mikrofonban másképp beszélni. A szilárd hangja egészen jó volt, tehát lehet, hogy nem a kapcsolatra a mikrofon olyan. Kicsit állíts rajta, aztán meglátjuk. Másképp beszélj bele. Megpróbáltam. Javult-e a helyzet, mert ugye én saját magamat hallom, és nem a közvetítést. Tökéletes, hallhatóan jobb lett. Jó, tehát a Jupiternél tartottam, amelynek a megfigyelhetőségében számos tényező kerül felszínre. Az egyik, hogy ugye mikor figyeljük, milyen hosszan tudjuk figyelni, minél korábban kell, mármint éjfél táján, vagy annál is korábban, annál hosszabb az észlelhetőség időszaka. Másrészt, mit figyelünk meg rajta? Hálás, grafikus és akár fotó téma is lehet, ugyanis a felhőzetes, vagy a változatos felhőtakaróján a nagy vörös folt vándorlása kisebb távcsövekkel is jól megfigyelhető, érzékelhető, és hát ahogy mondom, akár fotózható is. Ennél is talán látványosabbak a galilei holdak jelenségei, amelyeket majd egy következő dián fogom mutatni ennek a gyűjteményét, illetve azt a linket, amelyen ez bárki elérheti a következő évre vonatkozóan. Egy PDF formátumú fájba le lehet tölteni szabadon, és lehet vadászni azokat az eseményeket, amelyek a holdakkal történnek. Mi történhet? Hát ilyen jelenség, hogy a hold a bolygó korongja elé kerül, ennek a pontos idejét érdemes ellenőrizni, hogy ezek a táblázatok azt jól tartalmazzák-e. Aztán, ha áthaladt a bolygó előtt, akkor mikor lép ki a másik oldalon a peremén, miképpen jelenik meg az adott holdnak az árnyéka a bolygó felhőtakaróján, vagy éppen mikor szenved az adott galilei hold teljes holdfogyatkozást, vagyis mikor kerül a bolygó árnyékába, vagy mikor milyen körülmények között lép ki abból. Tehát ezek számos amatőr megfigyelési témákat kínálnak, és én bizony élvezni szoktam, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a Jupiter körüli nyüzsgést igazából, ha nézzük, akkor folyamatosan nem észleljük. De akkor, amikor valami közel kerül a másikhoz, mondjuk egy hold egy másik holdhoz, vagy a valamelyik hold a bolygóhoz, akkor ez a mozgás látványossá válik, hiszen nyomon tudjuk követni a közeledését, vagy éppen a távolodását. Én nagyon szerettem ezt, vagy szeretem figyelni a Jupiter környezetében. Amint a dián is olvasható, tulajdonképpen az ősz elejéig jól megfigyelhető, októberben már a nyugati horizonthoz közelebb tartózkodik, és így nehezebb a megfigyelése a változó, hullámzó, sokszor poros szennyezett légkörünk miatt. És hát novembertől már nem lehet látni, mert a nappal együtt állásba kerül, és a nappal együtt le is nyugszik. A 13. dia foglalja össze azokat a
az előbb már elmondott hold jelenségeket, amelyeket tudok ajánlani, és egy kék feliratú link mutatja, hogy a Skyen teleszkóp oldaláról letölthető a 2018-as hold jelenségek, mármint Jupiter hold jelenségek gyűjteménye. Ugye számos amerikai űrszonda repült már el az óriás bolygók régiójába, ilyenek voltak a Pioneer-ek a 70-es években, a Voyager-ek a 80-as években, számos egyéb is. Most a Juno úgy említendő, hogy a 2018-as évnek a teljes időtartamát már a Jupiter térségében tölti. Nagyon bízom benne, hogy számos űrkutatási eredménnyel és így csillagászat ismerettel gazdagít majd bennünket. Következik a 15-ös dián a Szaturnusz megfigyelhetőségének a rövid összefoglalása. A Szaturnusz láthatóságáról csak annyit, hogy 2017-ben, tehát az idén volt a 15 éves periodicitásából a legnagyobb rálátás a gyűrűre, de ez még jövőre is látványos. Értsük alatta azt, hogy a gyűrűnek a bolygóval ellentétes oldala is előbukkant az északi pólus felett. Ez aztán évről évre csökken, míg 2017-hez 7,5 évnyire már éppen élével fordul a Föld irányába a gyűrűrendszere, tehát elvileg nem is lehetne látni, de egy picit én láttam az előző ilyen élével fordulása idején is, hiszen egy 2 kilométer vastagságú porfelhőről, por és törmelék felhőről van szó, ez alkotja a Szaturnusznak a gyűrűrendszerét, és nyilvánvaló, hogy egy 2 kilométer vastagságú képződmény nem látszik ebből az óriási távolságból. Egyébként a nyilas csillagkében tartozkodik. Sajnos a külső bolygók, beleértve a Marsot is egy kicsit, de a Jupitert és a Szaturnuszt, Uránuszt és a Neptunuszt viszont mindenképpen elég szerencsétlen módon alacsonyan járnak az idén, hiszen a déli horizonton 17-18-20 foknál magasabbra ritkán emelkednek ezek az égtestek, ami a megfigyelés szempontjából nem kedvező, hiszen nagyon vastag végrétegen átjut el a fény hozzánk a távcsöveinkbe vagy a szemünkbe. Nappal szembenállásban egyébként június 27-én lesz, tehát a nyár közepet, illetve hát a csillagászati nyár elején, de a nyári időszakban már, és megfigyelés egyébként egy darabig reggel, majd később az esti órákban lesz alkalmas. Mindenképpen érdemes rá kisebb távcsöveket is irányítani. Egyébként az a tapasztalatom, hogy a 10-15 centis távcsövekkel már jól megfigyelhető, akár jó légkör esetén az enkerést is meg lehetne látni, illetve a Titán nevű holdjának a fényessége elég ahhoz, hogy az ilyen nagyságrendű távcsövekkel megpillanthassuk vöröses színű csillagszerű pontként a Szaturnusz környezetében. A 16-os számú dia mutatja nyári nagyjából delelős időszakát, június 26-ai állapotot töltöttem le a Stellarium nevű programnak az ábrázolásából, szándékosan bekapcsolva a csillagképek rajzolatát is. Látszik, hogy a kígyótartó nyilas és a skorpió nagyjából középpontja táján, vagy ezeknek a súlypontja körül találhat, figyelhető meg, de jól látszik ezen a dián is, hogy elég alacsonyan a magasságait 21-12 perc, ami telelés állapotában nem túl biztató. Kérném szépen a 17-es diát, amelyen kinagyítottam egy részletet, és a Titán elhelyezkedését mutatom ezen. A sok kisebb holdat a kis távcsövekkel, tehát ez ilyen hordozható amatőr távcsövekkel nem lehet megfigyelni, az egyesületünk 46 centis távcsövével, vagy akár a 25 centissel már a haloványokra is esélyük van. Csak egy megjegyzés, hogy a naprendszerben az akárcsak kezdetleges életkutatásában az Enceladus is szálkeresztbe került, ugyanis ott is pöfékelnek vizes gejzirek, vagy vízpárás gejzirek, amelyek a víz jelenléte és az ilyen
mondhatni, hogy halmaz állapota és az ottani hőmérsékleti viszonyok akár elgondolkodhatják a tudósokat ebbe az irányba is. Én megjegyzem, hogy ott már -170 fokos, mert nyilván akkor lehet egy ilyen égitestnek vízpárás kilövelése, hogy belseje valamivel, és valami által melegebb. Ez a valami által egyébként jó eséllyel az árapályi keltő erőknek a következménye, de nem ismerem erről a legújabb kutatási eredményt. Kérem szépen a 18-as diát. Az én amatőr csillagász tevékenységemnek az egyik legnagyobb izgalmat kiváltó megfigyelése az az Uránusz első alkalommal történő megpillantása volt. Kiüti a szemünket annyira kék, hogyha egy 10-15 centis távcsővel nézzük. Szabad szemmel még éppen megláthatóde az igazat megvalva én csak távcsővel láttam, de úgy frenetikus látvány és élmény volt az én számomra. Lehet ezen elgondolkodni, hogy vajon mi ezen olyan izgalmas. Nekem az, hogy egyáltalán megtaláltam távcsővel, segített egy gótumechanika, másik, hogy korongalakúnak láttam, és csodálatosan kékszínűnek. Egész évben a halak csillagképben tartózkodik, hát idézőjelbe tettem a tartózkodás, hiszen tudjuk, hogy ez egy látszat csak. Szeptembertől az esti órákban már megfigyelhető, és érdemes vele próbálkozni, hogy hasonló élményben legyen része a kedves hallgatóságnak, mint nekem volt. Határeset, tehát éppen meg szabad szemmel, egy jó kis távcső azért sokat segít a korongalakúnak lássuk és kék színnek. Kérném szépen a hallom megint recseg a közvetítés, nem tudom, hogy mi az oka. Egész évben a Neptunusz a vízontő csillagképben figyelhető meg, ez már távcsővel is csak csillagszerű, igazából a határmagnitúdja, vagy a fényessége folytán a légköri viszonyok miatt sokféle esély van arra, hogy jól lássuk, vagy kevésbé jól lássuk, tehát nagyon befolyásolja az égbolt minősége, a tartózkodási helyének horizont feletti magassága. Egyébként vegyük figyelembe, hogy 4400 millió kilométerre tartózkodik tőlünk, tehát azért az egy jelentős távolság ahhoz, hogy ez a Jupiternek nagyjából a felét kitevő méretű átmérőjű gázbolygó még látható lehet, szabad szemmel nem megfigyelhető. Kérem a 20-as diát, amely a szintén nem szabad szemes témát jelentő Plutó törpebolygót ábrázolja, úgy, ahogy a New Horizont űrszonda felvételeiből összerakták ezt a képet. Nyilas csillagképen tartózkodik, tehát szintén nagyon alacsonyan figyelhető meg a nyári hónapokban. A 14,2 magnitúdós fényessége pedig abszolút kizárja, hogy akár kislátásban megfigyelhető legyen. Nagy eseményű, mondjuk a születünk Kobzon távcsővel már jó esetben meg kell tudni találni a lakos környezetében. A 21-es diát, amelyen néhány gondolat az üstökösökről. Nyilvánvaló, hogy azok az üstökösökről beszélhetek, amelyek periodikusak, vagy ha nem, akkor már felfedezték őket, ismert a pályájuk. Erről egy összefoglaló gyűjtemény, itt látjátok a kék szövegben. Amit látványosabb üstökös megjelenés, reklámozni fogja. Nyilván a sajtó is, de én úgy gondolom, hogy egy igazán autentikus hírforrás lesz az egyesületünknek a honlapja. Olyan visszatérőről, vagy olyan már felfedezett, mert üstökösről, amely jelentős fényességgel, fényességére számíthatnánk, erről egyelőre ezek a kutatások szólnak. Egyébként a fényesség becslések mindig rengeteg bizonytalanságot hordoznak, hiszen az, amit gondolnak, az nem mindig következik be. Erre számos példa volt már, hogy az ilyen szempontból előrejelzések végül is nem hozták azt az eredményt, amit reméltünk. A 22-es dián a
11 magnitudós, tehát távcsöves témaként megjelenő és megfigyelhető üstökösről szeptember 3-án a kapella mellett látszik az égbolton, viszonylag könnyű zsák lehet a távcsöveink számára, 6 magnitudót már távcsővel az jól lehet érni, nagyobb távcsövekkel jól lehet érni. Úgy gondolom, egy 5 centissel is érdemes megkeresni. Egyébként, mint a dia is tartalmaz a szeptemberben, lesz legközelebb a Földhöz, 50 millió kilométer távolságra, és akkor a látszik a legfényesebbnek fényereivel. És hát miután elég magasan járnak ezek a csillagképek a jelzett időben, ezért a légkör zavaró hatásai rontják a megfigyelhetőséget. Csokövini cintor üstökösnek a következő dia tartalmazza a csillagképek közötti útját a dátumokkal együtt. Érdemes majd onnap fölkeresni ezt a térképtisztet. Péter, igazíts egy kicsit ismét a mikrofonodon. Már egészen jó volt, csak hát ugye úgy valahogy elromlik egy kicsit mindig. Jó, kérném szépen a következő diát, amely egy további pályaszakaszát mutatja a csillag térképen. Majd a 25-ös dián további kevésbé látványos üstökösöknek a megfigyelhetőségét mutatom. A Virtanen üstökös 3 magnitudósnak jósolják 18 telére. Hát majd meglátjuk, én drukkolok, hogy így legyen, mert akkor lesz esélyünk meglátni, megfigyelni. Ennek a pályáját egy vázlat szintjén a következő dián láthatja a hallgatóság. És amint a címsorban olvasható is, eredetileg ez lett volna a Rosetta célpontja, de én úgy gondolom, hogy örüljünk mi a Rosetta elért sikerének, és ne azon bánkodjunk, hogy nem ezt az üstököst kereste fel. A 27. dián a látványos meteorrajokat mutatom. Ugye azt a kevésbé, csillagászatban kevésbé jártasoknak mondom, hogy azt, hogy egy meteorrajt miről neveznek el, ez azon múlik, hogy melyik csillagképből látszik kisugárzódni, mely csillagképen található a radiáns pontja. Én most csak a látványosakat ütöttem itt össze, és tartalmazza a dia a légkörbe lépésüknek a sebességét is, ami azért jelentős. Én ugyanazt látom, hogy ezt itt elírtam rendesen, mert ezek nem kilométer per órák, hanem kilométer per szekund. A zárójelben a vesző utáni szám pedig a ZHR-be számított gyakoriságot mutatja. Nyilván amelyik nagyobb érték, az sziporkázik nagyobb gyakorisággal az égbolton. Egy hete sincs, hogy a geminidák maximumát éltük meg. Hát én nagyon vártam, hogy bekövetkezzen egy 4 évvel ezelőtti látványos tűzijáték, de a borultság miatt ennek én személy szerint meg a Vega Csillagászati Egyesület egyes számú kamerája, a meteor megfigyelő kamerája sajnos nem volt ennek tanúja. Tudni kell a meteorokról, hogy akár rajhoz, akár sporadikusak, tehát átlagos kozmikus porból erednek. Ezek porszemek, az átlagos gyakoriságuk az milliméteres, vagy akár még kisebb méretű, és tulajdonképpen nem, ezeknek nem az elégését látjuk, hanem a felső légkörben a légkör részecskéivel való nagy sebességű, nagy energiájú ütközések miatt a légkör világít. Változó a fellángolási vagy felizzási magasságuk, de olyan 100 km körüli magasságba lépnek már olyan sűrű légkörbe, hogy onnan kezdve a fényjelenséget produkálják. Természetesen, hogyha nagyobb a méret a belépéskor, akkor ennek akár nyoma is maradhat, illetve
még nagyobb méret esetén hanghatással is járhat, sőt, hogyha ideális a pályája és elég nagy a belépő testnek a tömege, akkor van esély, hogy a meteorittá váljon. Magyarul ez a törmelék elérje a Föld felszínét, és kézbe véve egyfajta tudományos anyag, mintaként szolgáljon a világűrből. Legismertebb a perzeidák azért, mert ez nyáron augusztusban kellemes nyári éjszakán figyelhető meg, sokkal nagyobb iránta az érdeklődés, egyébként szép meteorokat produkál, és nagy a gyakorisága is, de én még olyan sok meteort sose láttam, mint a Geminidák maximuma idején egy derült éjszakán a meteorkamera észlelésének a kidolgozásakor, vagy feldolgozásakor. Még hozzá tenném, hogy a meteorrajok legtöbbje az üstökös elmaradt törmelék felhője, valamilyen üstökös a szülője ennek, de úgy tudom, hogy kisbolygó is produkálhat meteorrajt. Az idei március végén számíthatunk egy nappali maximum kitörésre a C1907G1 üstökös maradványaiként. Ez nyilvánvaló nappali égen nem figyelhető meg se kamerával, se szabad szemmel, de akik rádiós észlelők, azok ezeknek a légkörbe lépésekor megjelenő ionizált csatornát érzékelni tudják a rádió készülékeik jóból. Júliusban ugyancsak délidő, vagy illetve napközben, tehát déltájt, a júliusi gamma drakonidák produkálhatnak jelentős kitörést. Ez átlagos egyébként ezeknek a meteor, vagy ennek a meteorainak a vonatkozásában. Nem lesz semmiféle extra nagy kitörése az ismert meteorajoknak az idén. És hát a nappali megjelenése miatt ez is elsősorban a rádiós megfigyelőknek lehet szemege. A 29. diától kezdődően fogyatkozásokról szólnék. Az idén 5 nap, illetve holdfogyatkozás lesz úgy együttvéve. Ebből 3 olyan részleges napfogyatkozás, amelyeket tőlünk egyáltalán nem lehet megfigyelni. Itt a dia mutatja dátumaikat, 18. február 15-én, július 13-án, augusztus 11-én lesznek ezek. Tudjuk azt, hogy a napfogyatkozásokat az okozza, hogy a hold vagy nagyon pontosan, vagy kevésbé pontosan a napföld közötti egyenesen halad át, és ilyenkor a hold árnyékot vet a földre, illetve megjelenik egy olyan árnyéksáv, amelyben tartózkodó emberek teljes. A sáv peremén egy kicsit pedig részleges napfogyatkozást észrelhet. Aki már akkor nagyfiú és nagylány volt, akkor emlékezzék az 1999. augusztus 11-én hazánkból is megfigyelhető teljes napfogyatkozásra, és aki most még kisgyerek, számíthat rá, hogy a 2081. szeptember 3-án szintén Magyarországot érintő teljes napfogyatkozás esetleg a tanúja lehet. Rá vigyázzatok az egészségre, és akkor elsietek. Én, ha nagyon egészséges leszek, sem érem már meg, mert volt időpont. De ezen nem kesergünk, mert volt szerencsénk látni 99-es. Január 31-én lesz egy teljes holdfogyatkozás. A negyedik kontaktust figyelhetjük csak meg Magyarországról a részleges fogyatkozásnak a végét. Ezután kell a hold, így a félárnyékos fogyatkozás még látható volt kelte után, de ez a horizonthoz közeli állapota miatt, meg az utolsó jelenség utolsó szakasza miatt ez nem lesz különösen látványos. A 31-es dia, aminek éppen minden sorszáma, mutatja a holdfogyatkozás megfigyelhetőségében érintett területeket, hát elég jól látszik, hogy ez Magyarország peremén
látszik ennek a sötét színeknek. Lesz egy megfigyelhető teljes foltfogyatkozás méghozzá kedvező nyári időszakban. 32-es sorszámú dia július 27-28-ára ábrázolja ezt, ez egy péntek szombat éjszaka. Centrális az azt jelenti, hogy a Föld árnyéknak éppen a közepén halad át a hold. Tőlünk ennek is csak egy bizonyos részétől lehet megfigyelni, de mindenképpen látványos észlelési téma lesz. Remélem, hogy az időjárás is segít majd ebben. A 32. vagyis a 32-et követő dián itt is a fázisok, illetve megfigyelhetőség látszik. Hát érzékelhető az, amiről beszéltem. És a 34-es sorszámú dia már a megfigyelhető teljes holdfogyatkozásnak az egyes kritikus időt mutatja. Nyilvánvaló, hogy ezt már fogjuk tenni a levelező listán, is jelentkezünk. Valami kattant, és attól kezdve sokkal rosszabb, hogy rázd meg egy kicsit a mikrofont, és akkor reméljük, hogy folytatódik a jó hangminőség. Vagy lehet, hogy ki kéne iktatnom ezt a fejhallgatósat, és akkor lehet, hogy azután lesz jobb. Tegyünk egy próbát. Tegyünk. És az utolsó három mondatot legyél szíves megismételni, mert sajnos nem hallottuk a mikrofon hibája miatt. Hát itt keverednek ezek a hangok, úgyhogy megpróbálom ezt a mikrofont valahogyan jól. A csillagászatból, vagy az egyéb kommentet. Haló, haló. Most teljesen jól hallunk, csak az a gond, egy tepi lehalkítatta velem a mikrofont, és nehezen találtam meg az ablakot, ahol vissza tudom kapcsolni a mikrofon. Az utolsó három mondatot a holdfogyatkozásról, ami az időadatokkal kapcsolatos. De egyébként most jól hallak. Jó, tehát a 34-es dia tartalmazza ezeket az időadatokat, és arra utaltam az igen csak rosszul hallhatóan, hogy ezekről időben hírt adunk, felhívjuk rá figyelmet a levelező listán és az Egyesület különböző webes sajtóorgánumaiban. Ezt most felírni olyan nagyon nem fontos, de érdemes megjegyezni legalább a dátumot. Kérném szépen a 35-ös ját, amin ezt centrális holdfogyatkozást láthatjuk ábrázolva, és hát nagy remegének számít, hiszen hosszasan lesz alig látható, vagy egyáltalán nem látható holdkorongja. A következő 36-os számú dia egyéb érdekességeket sorol, illetve majd az azt követő is még. Bizonyos együttállásokat, amelyekre érdemes figyelni. Ezek vizuálisan is érdekes élményt jelenthetnek, de is érdemes őket. Ilyen februárban a Regulus és a Telehold együttállása, aztán a Hold-Jupiter együttállás február 7-én, aztán a Hold-Mars együttállás, csillaghalmazok és a Hold viszonya érdekes lehet, a Hold keresztül halad a híradóban. Következő dia már áprilistól tartalmazza ezeket az érdekességeket, így Mars, Szaturnusz, Hold is látszik egyszerre egy időben az égbolton, viszonylag szorosan a hajnali égbolton. Aztán Hold Regulus,
golcsarló és a Vénusz. Nagyon sok érdekes megfigyelésre lesz lehetőség. Ezeknek csillagászati vonatkozású értéke nincsen, különösebben inkább esztétikai érdekességek és látványosságok. A 38. dián még ebből néhány. Ezeket is majd a havi észlelési ajánlások tartalmazják, aki a Vega Csillagászati Egyesület levelező listáját olvassa, az ezekkel találkozni fog időben. Azokat a még objektumokat emeltem ki a 39. dián, melyek szabad szemmel vagy kézi látcsővel, tehát ilyen 7-8-10-szeres nagyítású kézi binokulárral jól megfigyelhetőek, de mondom, még jó égbolt esetén szabad szemmel is. Ilyen egyetlen galaxist ismerek, az Orion galaxist, ami a MESSIR katalógusban a 42-es szorszámot viseli, de mint ahogy látszik, az NGC katalógus száma 1976. Hát januártól nagyjából március végéig lesz jól megfigyelhető pozícióban. Fiastjuk január-februárban figyelhető meg, ugye a Bika csillagképen található, ez egy nyílt halmaz, a szabad szemmel láthatók közül talán a leglátványosabb. A Herkules gömbhalmaz M13 számot viselő május elejét látszik, hiszen a nyári égbolton fejünk fölött van. És az Andromeda galaxis, amely az extra galaxis közül az egyetlen, ami szabad szemmel. Egy kis reklám, a Vega Csillagászati Egyesület nyári táborát augusztus 10-18-ára tervezzük, így azt gondolom, hogy a kellemes nyári program egyikeként akár teljesen kezdőm csillagászoknak is ajánlom, és természetesen a nyári látogatókat sorra vesszük, vagy veszünk majd tábor vezetői a táborok számára. A következő 41-es számú dia az Orion ködről, ez egy diffusz hidrogén felhő, amely gyakorlatilag ma is születő csillagokat tartalmaz. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy látjuk, hogy föllángol egy csillag, hanem olyan folyamatok zajlanak ebben a diffúz ködben, melyekből csillagok tömörülve, begyulladva kezdenek elé. A 42-es dia a plejádok nyithalmaz ábrázolja, ez csillagászati felvétel, és ami egy picit megtévesztő, hogy a kék por köröt körül, a csillagok körül az csak fotó csillagászati felvételen láthatjuk, szabad szemmel a távcsőben nézve, még jó viszont között sem látszik ez a por. A 43. dia már a M13 gömbhalmaz mutatja egy átlagosnál kicsit nagyobb csillagász távcsővel fotózva. Majd az utolsó dia, a galaxis kísérő galaxisát ábrázolva jelzi az előadásunknak a végét. Sajnálom a technikai problémákat, nem vitatom, hogy nem az én mikrofonnal volt a probléma. Egy év múlva ismét előadást tartok, akkor addigra beszerzek egy jobb. Remélem, hogy egy kicsit előbb is tartasz előadást, mint egy év múlva, hogy tehermentesítsd a többieket. Nagyon szépen köszönjük a jó kis összefoglalót. Láthatóan a jövő évnek a két legnagyobb látványos, vagy a három legnagyobb látványossága a holdfogyatkozás, a nagy Mars opozíció, és a virtelen üstökös érkezik. Persze váratlan dolog, bármikor előtűnhet az égbolton. Ha jó idő lesz, akkor természetesen szervezünk majd Zalaegerszegre egy távcsős bemutatót a holdfogyatkozás alkalmából,
egészen biztos vagyok benne, hogy az ország más pontjain is nagyon sok társas bemutató lesz ez alkalommal. Ugyanígy a virtuális üstökös tényleg eléri a hárommonitoros fényességet, és igen jó csillagképekben magasan a horizont felett fog látszani, akkor érdemes lenne majd bemutatót tartani. És hát a nyári táborban meg mindenkit szeretettel várunk. Én kérdéseket nem kaptam, a Skype csoportunkat nézem, de senki nem kérdezett. Majd én? Ugyanígy. Parancsolj! Tábortervek. Hova? Mi? Hova gondoljátok az idén? Ennek anyagi vonzatai is vannak. Fogalmam sincs, hogy mennyi pénzünk lesz jövőre, mivel meg tudjuk szponzorálni a tábort. Elképzelhető, hogy Zselickisfaludon lesz megint a tábor. Az kellemes hely. Többet még nem tudok mondani erről. December 27-én gyűlünk össze az Egyesületben, ahol a végleges döntést meghozzuk. Ha nincs más kérdés, akkor csak felhívom a figyelmet arra, hogy december 27-éről 28-ára virradó éjjel Zalaegerszeg mellett Dobronhegyen tartanánk egy nagyon jó körpanorámával rendelkező helyen az évi utolsó észlelő éjszakánkat. Ez majdnem egy első negyedes éjszakára esik, de az éjszaka második felében még mindig van 6 órányi derült, és a legtöbb ember a két ünnep között ráér, úgyhogy azért ekkor fogunk készleni. A főműszer ismét a 46 cm-es egyesületi dobzontávcső lesz, meg hát egy csomó kisebb műszer lesz még ott. Az én 13 cm-esem, másoknak a 15-20 cm-es műszerei, úgyhogy nagyon jókat lehet majd látni. Hát egy ekkora 46-os műszerben az Orion köd az már színes és rengeteg részletet megmutat. Ha borult lesz, akkor pedig az évvégi záró ünnepségünket tartjuk majd. Januárban, februárban is lesz virtuális csillagászati klub. Ami témák a fejemben járnak, az egyfelől a James Webb űrteleszkópnak az aktuális helyzete, állapota, hiszen azt jövőre indítják, tehát érdemes végigtekinteni a tudományos terveket, a műszernek a jellemzőit, amire és amivel akarják használni. Ugyanígy a Juno űrszondáról is egyre több kép és mérés eredmény érkezik, úgyhogy azt is érdemes lenne áttekinteni. A márciustól meg majd kialakul a program. Úgyhogy szeretettel várunk akár a virtuális térben, akár a valós térben, ezekben az időpontokban mindenkit.